Folytatjuk tovább a délelőttet, és ahogy mondtam, szintén egy színházi témával jelentkezünk, méghozzá az Új Színház egy különleges előadásáról fogunk beszélgetni. Ricse, Beatrice, szerintem kitalálják, hogy miről lesz szó. Itt van már velem a stúdióban Kurkó József színművész, szervusz, szeretettel köszöntelek. Készcsók, szép napot. Mert hogy a Beatrice dalok elevenednek meg az Új Színház ezen előadásában, te pedig Nagy Ferút alakított személyesen. Hát már megvolt a bemutató pár hónappal ezelőtt. Igen, november 24-én volt a bemutatója. Hogyan fogadta a közönség? Most már azért egy elég szép előadás szám áll mögöttetek. Igen, a közönség az nagyon jól fogadta, főleg hát ugye rajongók is járnak. Sőt, van, aki többször is látta, van, aki 4-5-ször is megnézte, és nagyon jól fogadta, nagy ováció, tegnap este is volt épp, és ilyen állótaps, meg ilyenek, meg telt ház, úgyhogy havi hármat megy is telt házas előadások, úgyhogy ez egy olyan remek dolog. Bekapcsolódnak a nézők is akkor a dalokban? Húha, igen. Ez nem zavaró mondjuk a színészek, vagy az énekesek oldalára? Nem, abszolút nem zavaró. Max annyiba, hogy nagyon kell tudni, tehát nem lehet bakizni a dalszövegekbe, mert éneklik velem egyrészt, mert ott ülnek az elsősorban a Ricse rajongók, és éneklik velem dalokat, és ott nem szabad bakizni, tehát kész, ott kell, nagyon flottul kell működjön ez a dolog. Van, de hogy akkor Istennek, a nézők jobban tudják a dalokat, mint mondjuk te? Nem, hát ők is velem együtt éneklik, és ez nekem is nagyon nagy energiát ad, mert együtt tudunk bulizni, és ez ad egy olyan azért lazaságot a darabnak. Na nézzük meg, hogy amikor megtudtad, hogy ezt a darabot színpadra fogjátok állítani, és Nagy Ferót fogod alakítani, és maga Nagy Feró is játszik a darabban, hát azt hogyan fogadtad? Ott volt-e mondjuk egy kis stresszfaktor, vagy egy kis izgulás? Minden ilyen nagy szerepnél van. Persze ez természetes dolog, amikor megtudtam, hogy én alakítom a Nagy Ferót, hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívásnak gondoltam ezt az egészet, sőt, annak mondtam az elején is, de én szeretem a kihívásokat, és szeretek megküzdeni, szeretem feszegetni a határaimat. Először bele se gondoltam, csak örültem nagyon neki, és amikor elkezdtünk dolgozni, még az elején az is volt, hogy gyerekek, nem fogom tudni elénekelni, én egy bariton vagyok, ez egy magas rocktenor hang, nem úgy, hogy inkább hagyjuk. És akkor mondta fel, hogy ne, inkább gyerek ki, nézzük meg. Megnéztük, és azt mondta, rendben lesz. És onnantól elindult egy dolog, amikor belülről kezd építeni az ember a szerepét, a dalokat, mindent a szöveggel együtt. És akkor egyszer csak összeáll így a főpróba hét elejére, és akkor jön a bemutató, és egy nyilvános főpróba tele izgalommal. Úgyhogy így nagy kihívás volt, nagy. Gyerekkorodban, kamaszkorodban hallgattál mondjuk Beatrice-t, vagy ismerted? Gondolom a nagy slágereket rádióból mindenképpen ismerted, de mennyire áll mondjuk közel hozzád ez a műfaj? Hallgattam őket, én erdélyi származású vagyok, és ugye abban az időben, amikor én születtem, nem most volt, tehát nagyon kevés dal jutott át a határon. És 8 óra munkától elkezdve, ami ugye ismertebb dolog, de 20. századot is hallgattuk, nagyon szerettük, és sose gondoltam volna, hogy egyszer csak én leszek Nagy Feró. És épp ezért is kihívás egy ilyen hát élő, nagyon nagy előadót, én nagyon nagy előadónak tartom a Nagy Ferót, és ezt eljátszani, hát igen, nagyon nagy kihívás. Én azt mondtam, amikor elkezdtük ezeket a próbákat, a próbafolyamatot, hogy ha nekem azt mondja a Feró, megnézi a nyilvános főpróbát, és azt mondja egy picire is, hogy na, ha ez rendben volt, akkor én már nagyon fogok kerülni. Úgyhogy, de hát ez megtörtént, úgyhogy hál' Istennek. Akkor mi volt az ő reakciója mondjuk a főpróbán? A főpróbán, de az ő reakció azt mondta, nekem mentem ki a takarásra, azt mondta, figyelj, ne nyomd ennyire, mert jobb vagy, mint én. De ez viccelődünk, úgyhogy megvoltál, és neki is pozitív, és mai napig ott ül, még az első felvonáson ott ül, és nagyon drukkol nekünk, úgyhogy meg ő is játszik a darabban, meg hát az egész Beatrice élőben játszik, úgyhogy nagyon nagy buli. Majd mindjárt megnézzük az előadásnak a történetét, de itt előttem nem akarok nagyon belemenni így a Beatrice daloknak a filozófiájába, de hogy miben áll, vagy miben állhat a népszerűsége, és miben állhat mondjuk 2018-ban is a népszerűsége, mert hogy ezt mutatja ez az előadás is, hogy színpadra vittétek, és teltházzal játszátok.
Szerintem aktuális dolgok vannak benne. Akkor is Nagy Ferónak az igazságérzetét mutatja. Az egész a dalszövegektől elkezdve minden. Olyan dalszövegek vannak, amit mondtam az előbb is, hogy nagyon nagy koncentrációt igényel. Hogy ne bakizzel bele, hogy azt kimond, azokat a gondolatokat, amit ő annó megírt, és ami most is aktuálisak, azokat úgy kimondani, hogy belülről lélekből jöjjön. És, mert ugye, hogy amikor ő írta ezeket a dolgokat, ugyaninnen jött. És ezek nagy igazságok még most is. Nem akarom lebecsülni a mai kamaszokat, vagy mondjuk gimnazista korosztályt, de például nekik való ez az előadás, ők egyáltalán tudják, hogy miről szól az egész, hogy tudják, hogy mi van mögötte? Ugye a szüleik generációja volt az mondjuk, aki hallgatta akkora Beatrice-t. Mm-hmm. Nézd, szerintem aki bejön, azt magával ragadja, ha kedveli a Beatrice-t, ha nem. Szerintem például most van egy kisrác, a színházban dolgozik a nagymamája, és most már azt hiszem negyedszer nézi meg, volt az arénás koncertjükön a Beatrice-nek, és ő dobos akar lenni. És ezzel kezdődött az egész, hogy bejött és megnézte a Beatrice-t. Tehát magával ragadja, sőt, rengeteg fiatal nézi, most már egyre több, és ennek mi nagyon örülünk, tehát szerintem nekik is sokat mond a darab. Meg egy ilyen korképet mutat. Hogy mi is történt akkor. Na, akkor nézzük meg a szálakat, hogy az előadásnak igazából miről szól a története, vagy mely szeletét mutatjátok meg a zenekarnak, vagy a zenekar történetének pontosan. Inkább ez egy, hogy mondjam, egy ilyen koncertszínháznak nevezném, Nagy Ferónak az életéről. Zenekarnak az életét is mutatja, de inkább a Nagy Ferónak az élete van végig véve az egész darabon. És egy koncertszínház. Érdekes dolgok vannak benne, ugye a kétszeri feloszlás, akkor újra összejövés, akkor újra kivál, a Miklós Kalajos kiválik a zenekarból, ez is mind jelen van, de valahogy mégis a Nagy Ferónak a lelki világa, Nagy Ferónak az élete, amit ugye hát a dalokban is megírt, ugyanaz tükröződik ki a darabból is. A próba folyamat alatt mennyire volt mondjuk Ferónak beleszólása a rendezésbe, vagy itt a szálaknak az alakításába, vagy mondjuk a te szerepednek a megformálásába, azt mondtad, hogy azért adott tanácsokat. Igen, igen. Az elején én meg neki is ez volt a véleménye Ferónak, hogy ne csináljunk belőle olyat, hogy le akarom utánozni teljes mértékben Nagy Ferót. Ezért nincs is bajusz, nincs semmi esmink, hanem én magam vagyok a színpadon. És én azt mondtam, hogy ha már pici gesztusokban megvan, egy pici gesztus, meg a belső lelkülete, akkor már a néző be van avatva ebbe a dologba, és elhiszi azt, hogy én játszom a Nagy Ferót. Tehát nem akartunk belőle olyat csinálni, hogy minden maszkírozás, meg haj, meg minden, mert az valahogy... Azt művé teszi, mert hogy teljes mértékben nem lehet leutánozni. Így van, nem. Hát Ferót azt... Én most voltam az Arena koncertjükön, igaz, végére értem oda, mert előadásom volt, de hogy... Ez az ember mit tud alkotni így ennyi évesen is egy aréna koncerten, hát az le a kalappal, és annyira boldog vagyok, hogy ilyen emberrel együtt színpadon álltak, ő zenét énekelhetem, hogy tényleg köszönöm innen is. És akkor nem csak ugye az új színházat tölti meg, hanem az arénát is a közönséggel, de azért nézzük itt még meg az egyes jeleneteket, vagy van-e mondjuk kedvenc sztorid az előadásból, mert itt azért a rendőrség, a szerelmi szál, igen, minden megjelenik. Minden jelenet a kedvencem, vannak kiemeltek, ezek közül a Kanc Gábor színművésszel az egyik nagy vallatós jelenet, akkor az Ince Józseffel a nagy jelenetünk, az is egy ilyen lemezt kiadni és hogy popslágert írni, az Erdős Péter Eltást játsz az Ince József színművész, és a Kutyival való jelenetem, akit a bátya Évi alakít, meg előtte a Farkasházi Réka, csak most neki anyai teendői vannak, úgyhogy elszólították, de hogy mind a kettővel remek volt az együttműködés. Ezeket a jeleneteket emelném ki, és épp azt mondtam a tegnap előadás után, hogy egy annyira jó, mert mindig valami plusz teszünk bele, és ettől annyira
annyira jó érzés, annyi pluszt ad nekünk is az előadás, meg hát persze a nézők visszajelzése az sokat számít a végén. Akkor az évadban láthatjuk még a Ricse-Ricse, Beatrice darabot. Azt mondtad, hogy nagyjából háromszor játszátok egy hónapban. Igen, háromszor játszuk, most még lesz májusban kettő az évad utolsó két előadása, de hát jövő évadra is gondolom megy át, úgyhogy nagy siker van, és nagyon szeretjük, hogy ilyenekkel nézzék meg, érdemes. Láthatunk-e még más darabban szintén az új színházban? Igen, játszok a Csongor és Tündével, két gyerek darabban, a Pöttöm és Pannával, a Királylányba Jusszába, és még a Bizáncban, amit most mutattunk be a Nagy Viktor rendezésében, az is egy nagyon szuper darab. Hát úgy nagyjából ennyire. Akkor sokat láthatunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzánk is eljöttél ide a délelőttbe, és akkor további jó munkát, jó koncerteket kívánunk. Köszönöm szépen.